1-től jár le a mandátumom, tehát február 28-al van vége, és mindig március 1-től van az új kiírás, és ez már nem az első, ez már a 6. alkalommal volt, és így már nem, valamilyen szinten egy kicsit már nem újdonság a számomra ezt csinálni, de annál nagyobb kihívás, hiszen mindig meg kell újulni, hát egy könyvtár az nem maradhat azon a szinten, ahol a korábbi könyvtárak voltak. Ezért szükség van arra, hogy új gondolatokat, és így próbáltuk a gyerekkönyvtárunkat megújítani, tehát az már elkészült egy közösségi játszótér valójában a könyvtár, tehát nem csak a könyvek vannak, hanem szabadon lehet olvasgatni egy babzsákos környezetben, ami egy kicsit szabadabbá, otthonosabbá teszi. Amit itt láttok, az is egy ilyen családias változata a könyvtárnak, ahol egy fotelban lehet újságot olvasni, nézegetni. Tehát egy egészen más légköre van most a könyvtárunknak, kiegészülve még a Fábián gyűjteménnyel, az az ásvány kiállítással, ami valójában egy ásványmúzeum itt a könyvtáron belül, és a Bendefi gyűjteményünk, ami egyedülálló szintén az országban, hogy a Bendefi Lászlónak a nyomtatásban megjelent dokumentumai, az itt találhatók meg, csak egyedül így összegyűjtve és hozzáférhető formában kutatható így az olvasóknak. Ugyanakkor fiókkönyvtárunk működik a Domonkos Rendtörténeti Múzeumban, ők pedig a domonkos anyag feldolgozásával segítik a mi online katalógusunknak az adatbázisát, bővítik, hogy az országon belül így Vasvárt, a Domonkos rendet, és valahol ezt a települést még népszerűbbé tegyük, és elérhető formában próbáljuk szolgáltatni ezeket a valóban ritka, így ez is egy országos jelentőségű dokumentum.